DJ Konci, R&B All Stars, örülök, hogy ilyen zenét találtam már csak azért is, Robikám, mert hogy a következő vendégünk egy olyan hölgy lesz, aki már azt kell mondjuk, hogy X-faktor veteránnak számít, hiszen nem csak egyszer, hanem kétszer indult el az X-faktorba, és hát rögtön a első alkalommal kipottyant szegényt, viszont másodjára eljutott egészen a második helyen. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Muri Enikőt! Na, hát akkor kedves Enikő, kezdjük a legelején. Nagyon aranyos voltál, mert általában azzal, hogy mindig választunk bevonuló zenéket az emberekhez, és te meghallottad, hogy a Kelly Rowlandnek a Work című nótáját akarjuk lehetsz, és azt mondtad, hogy ne, legyen valami más. És hát nyilvánvalóan ez azért van, mert ugye láttunk téged bemutatkozni a Való Világ döntőjében a te saját nótáddal, és azért ez meglepően hasonlít a Kelly Rowland nótáját és saját dalodhoz, ami egyébként ebben a formában lehet, hogy nem is igaz, de van egy olyan érzés az embernek, mint amikor a Work-öt hallgatja. De egyébként nagyon jó, tehát nekem nagyon tetszett a nóta, nagyon király, és az se baj, hogyha azt az érzést próbáld visszaadni. Ez nem rossz? Nem, egyébként nem feltétlenül azt az érzés, sőt, hát amikor én meghallottam a saját dalomat, ugye még egy angol verzióban, akkor nekem eszembe nem jutott ez a dal. Nem? Nem. Az fura. Szerintem nem fura, szerintem pont az, hogy tehát nekem nem feltétlenül az volt a célom, hogy én leutánozzak bárkit, hanem szerettem volna egy kicsit mást mutatni az embereknek. Na de jó, de még a mozgás is picit olyan volt, amit láttunk ott a Való Világ döntőjében. Ja, ne csináld már, biztos, hogy nem volt olyan. Volt egy-két olyan beállítás, hogy hátrafordultál. Jó, hát most sokan fordulnak hátra, nyilvánvalóan. Persze, hát van ez a jellegzetes... Most, ha megfordulsz, láthatjuk. Persze, igen. Van ez a jellegzetes konga rész, ami egyébként a pop és az R&B vonalban. Meg ez a pici vonalban. Gitár, ez a ding-ding-ding-ding, persze, abszolút. Nem már, szerintem tök jó kis dal ez. Amúgy. De várjál, hát a Kelly Rowland muzsikája is nagyon jó, meg a tiéd is jó, nem mondtam, hogy rossz, azt mondtam, hogy jó. Ki írta egyébként a zenét ennek Szabó a dalnak? Szabó, hát akkor... akkor meg vagyunk. Figyelj, az hogy érint téged, hogy második lettél? Második? Szerintem második helyezés is nagyon jó. Tehát én ahhoz képest, hogy tavaly be se jutott, na hát látod, akkor tudod, hogy milyen. Abszolút. Ott vagy linkre egy 3-4 hónap, és utána meg mondják, hogy adios. Nem, tehát hogy hát ahhoz képest, hogy tavaly be se jutottam a legjobb 12-be, ahhoz képest szerintem ez egy nagyon jó helyezés. Igen, mert nekem egyébként az a bajom ezzel az egésszel, tehát mondjuk, hogyha az X-faktorra, vagy akár a Megasztárra, vagy a Csillag születikre gondolok, vagy bármi olyan műsor, ahol az éneklés mondjuk ilyen fő profilnak számít, vagy azzal nevezek az emberek, hogy az bazi kevés, ha valakinek jó hangja van. Tehát az egy adottság, hogy jó hangod van. Hát én hány éve? Igen, 8 éve énekelek. 8 éve énekelsz. Komolyabban, igen. De hogy jött az éneklés? Tehát te gondoltad gyerekkorod óta, nagy sztár akarta lenni énekes? Hát persze, nyilvánvalóan fürdőszobában, sprézdobozzal. Így van, így van. Abszolút végigjártad ezt, végigjárt ezt az utat, és aztán utána felfigyeltek rá nyilván, hogy jó hangod van. De jártál te valaki? Képezted a hangod, vagy ez is akkor is csak én autodidakta módon? Én a 8 évből 4 évig jártam énektanárhoz. 2 évet Nyíregyházen, 2 évet Budapesten. Mind a kettő, az egyik ilyen hangszinten, oda volt a másik, meg egy énekiskola. És egy idő után azt mondtam, hogy mert ugye vannak ezek a musicales éneklések, és hogy olyan... Hát oda színészi képesség is. Így van, és hogy olyan irányba akartak engem megtanítani énekelni, de én éreztem, hogy ez nekem nem jó, tehát hogy valahogy mást ki kell találni. Aha. És jöttek ugye... ezek a dolgok, ezek a tehetségkutató versenyek, és hát bevallom őszintén, a Csillag születikbe is jelentkeztem, de ott még zsűri előtt se voltam. Tehát, hogy... De miért? Hát, mert nem válogattak be. Aha. Be. Tehát, hogy ezzel szerintem megint nem volt semmi baj, de... Hogy?
De én azt gondolom, hogy ezek az évek, például ez a 4 év, amíg nem jártam énektanárhoz, ez tökéletes volt arra, hogy akár mondjuk Nyíregyházen és környékén elmenjek tehetségkutató versenyekre, ilyen ki mit tudokra, meg akármikre, és sorra elkezdtem nyerni ezeket a dolgokat, és azt gondoltam, hogy jó, hát akkor vágjunk bele egy ilyen nagyobb dologba. Aha. És ahogy így belevágtam ezekbe a dolgokba, hogy jelentkeztem már ilyen tévés tehetségkutató versenybe, ó, hát ez nekem mekkora dolog volt már, hogy mondjuk valahova visszahívtak. Aha, és mikor az első X-faktor szériába jelentkeztem nekem, tehát én gyakorlatilag azt sem tudtam, hogy hol vagyok, mert a 24-ig, mikor eljutottam, akkor tényleg csak így pislogtam, hogy én tényleg a 24-ig, hát ez lehetetlen, ilyen nincs. Jó, hát ez a meglepetés ereje még neked konkrétan is nyilván. Igen. Oké, szerelem? Hát az... most egyelőre nincs. Nincsen? Nincs. Ne, én azt hallottam még, mint te vagy a legnagyobb férfi faló. Hát ezt plekálják, igaz, Konci, te mondtad a hírt. Az RTL-ből hozta, a hírt a Konci. Azt mondta, hogy ő a Murjánikről azt beszélik, hogy ő a legnagyobb férfi faló. Pedig ez nem így van. Nem? Nem. Egyébként én már itt kaptam egy ilyen információt, beleszerettél férfi partnered Posta Viktorba, ugye nyilvánvalóan tudjuk, kiről beszélünk. A férfi ugyan 13 évvel idősebb volt nálad, de korkülönbség az nem számít. Akkor ez már nem létezik, az a dolog? Figyelj, ez a dolog ez úgy indult, hogy ugye megvolt a bemutató, mi előtte már azért hát találkoztunk, de nem csak a színházban, hanem színházon kívül is egy vacsora történt, és mi volt még, igen. És aztán elmentünk egy ilyen bemutatóra, az Operász Fantomja az Albert Royal Hallban című vetítésre a egyik moziba, és hogy ott együtt jelentünk meg, és hát ott várt minket egy újságíró hölgy, aki teljes mértékben úgy volt, hogy mi most akkor pártalkotó. Nyilatkozzunk, hogy szemetek. Mi egy pár vagyunk. Micsoda szemetek. És akkor én úgy voltam vele, hogy hát én most arról, ami nincs, arról miért nyilatkozzak. Uh-huh. Na mindegy, és akkor ez így alakult ez a történet, aztán másnap megtörtént az interjú, amiből az sült ki, hogy mi már szerelmesek is vagyunk. Én azon csodálkozom, hogy azt nem írták egyébként meg, hogy már terhes is vagyok, vagy tehát, hogy hát, nem tudom. Szerintem egyébként terhes. Tehát Sok cukorra kérte a kávét, kívánja az édeset. Szerintem nem, az csak azért volt, mert nem szeretem a kávét, mint önmagát, mert keserű, és a keserű... Hát ezért teszünk bele cukrot, nyilvánvalóan hát, ezért volt. Igen. Jó, figyelj, Enikő, a következő van. Készültünk egy kis merényletre ellened. A következő a helyzet, és én nekem most van párom, egy gyönyörű, szép hölgy, és nem csak most van, remélem így is marad, viszont ettől függetlenül én szeretnék veled megismerkedni dalban. Jó. Jó? De könnyen belement. Mondom én, hogy ez nagy férfi faló. Figyelj, mi összeállítunk, de ez egy kicsit ilyen extrém lenne, gyere ide, szépen megyünk. Ide megyünk ide a kör közepére, mint hogy szerelmesek egymással szembe. Figyelj, a következő, ide felírtunk egy pár dolgot, adunk egy zenei alapot, Koncika mindjárt elindítja. De és ugye akkor... nem a Kelly Rowland. Nem a Kelly Rowlandet adjuk, jó. Nem, nyugodj meg. Egy sokkal lazábbat. Ki kell találnunk rá egy dallamot, ez a te feladatod, mert én nem vagyok énekes. És onnantól kezdve pedig egymásnak kell bemutatkozni, bizonyos kérdésekre kell válaszolni. Itt felírtuk egy-két dolgot, név, születési, egy horoszkóp, satara. Jó, mutasd meg a dallamot, vagy a alapot. Ennyire hangosan lejjebb egy picit így. Na erre ki kell valamit találjunk most. Dallamot. Jó, kezded vagy kezded? Ne, te kezd a dallamot, és akkor majd utána elkezdjük. Be is mutatkozhatsz abszolút, csak névileg egy dallamban. Hogy mozog? Hogy én félős fiú vagyok most. Nem lesz ebből kapcsolat? Várjál, még gondolkozok, hogy igen. Muri Enikő vagyok. Szia! Én meg Majoros Petike vagyok. Oké, mi a következő? Születési évhely, óra. 1990-04-24-ben születtem. Hú, de jó, de fiatal vagy, babám. Én meg 79. augusztus 5-én dugtam ki a fejemet. Ebből kifolyólag oroszlán vagyok. Én meg Bika. Bika, mi volt a jeled az? Oviba, te Bika. Szilva volt a jelem az Oviba. De oroszlán! Hanem még van valami információ, igen? Igen. Én a Latinka Sándor úti óviba jártam még kicsi gyerekkoromban. Nekem egy bazi nagy zászló volt a jelem. Gyerekkoromban az óviba, te Bika. Eljössz, nem okay. Robika, te Bika. Én nem tudom az utcát, ahova jártam. Óviba,
te, Bika? De azt tudom, igen, igen. Nem olyan készünk a Time Warp-en. De azt tudom, hogy a Virág utcába jártam, a Móri Zsigmond általános iskolába, te oroszlán. Kösz, Bika. Én amikor gyerek voltam, mindig nagy sztár akartam lenni. Mindig. Énekes akartam lenni. Mindig. Aztán rájöttem, hogy semmi hangom nincs veled ellentétben, te Bika. És úgy döntöttem, hogy elmegyek a való világba. Nem Nyíregyházára. Értem, én meg azt akartam, amikor felnövök, hogy énekesnő legyek, és meghódítsak minden világ, izé... Fere, van még! Minden nagy színpadot a világon. Hú, de jó, szexi. Köszi. Te, Bika. Képzeld, mondom neked is, bocsánat, tudod, ebből tudni fogod, jó? Ebből tudni fogod, hogy milyen. Kicsi kivárásbeszédjelős fiú vagyok. Még mindig kicsi kivárásbeszédjelős fiú vagyok. Én gyerekkoromban szerelmes voltam a Bodor Zsuzsiba, te Bika, mert ő tudott egyedül indián szögdécselni az oviba, te Bika. Neked ki volt az első szerelmed? Enikő, te Bika. Igen, megvárjuk. Nekem az első szerelmem, mert úgy hívták, hogy Kovács Peti. És én azért szerettem, mert jól állt neki, a tánc neki. Oh, yeah. Jó, várjál, mi van még? Milyen? Nekem a véleményem a nőkről nagyon jó, általában. Mindig otthon várom őket, kisgatyában. Neked mi a véleményed a fiúkról, mert úgy hallottam, te Bika, hogy zabálod őket, s elmész velük minden kedden moziba. Ez nem igaz, drága Péter, mert nem járok velük moziba. Inkább elmegyek velük vacsorázni, mert az olyan jó, nyami-nyami-nyam. Jó. Ennyi, kurva jó. Hát egy nagy puszi. Jó Isten vagy, csőcsére. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szia, hello. Ojoj, menes, tudod? Na hát ez volt Buri Enikő, a Bika. Bármilyen furcsán is hangzik ez a dolog. Holnap 16 óra 16 perckor jövünk méghozzá Gatus Attilával, akihez hívtunk egy fényevőt. Ez az igazi diéta.